Dragonya Boholcot a Jorgos Szili napjára azért hívtuk, mert ő a legjobb boholc Magyarországon. Mindenkinek ajánlom, isteni boholc! Féltem egy kicsit a boholc ötlettől, mert már sok ilyen produkciót láttam, ami nem kifejezetten jó. És akkor erre belépett Dalakonya. Ennél minden volt kész. Soha. Én soha olyan varázslatos mosolyt nem láttam benni arcán, amit akkor, amikor Dalakonyára nézett, amikor megtáncoltatta. Nagyon fontos, hogy nem énekel hamisan, nem össze-vissza megbízható. És egy olyan produkció nyújt, ami úgy kerek. Kedves volt, aranyos volt, táncolt. Énekelt, megmozgatta az egész csapatot, a felnőtteket, a gyerekeket, mindenkit, nagyon jó hangulatot varázsolt. Amikor már égett a ház, mert a 13 gyerek szétrúgta, és az ágyunk tetején ugrált mindenki, akkor egy hatalmas segítség. Egy nagyon-nagyon szuper volt a rupi hajtogatás, és még a vendéglátnénk is azt mondták, hogy hihetetlen kedves Galagonya, hogy már rengeteg bókotot láttak, de hogy ő mindent. Nagyon rég nem nevettem ennyit, komolyan mondom, annyira szuper volt. Mi tetszett a legjobban? Hát, ez az, hogy visszajött a gyerekkorom. Azt hiszem, hogy ha nekem lett volna ilyen 8. születésnapom, mint amilyet most a kislányomnak sikerült nyújtani Galagonya által, én lettem volna a legboldogabb kislány. Úgyhogy én nagyon örülök a döntésemnek, és nem bántam meg egy percet sem. Mindenkinek csak ajánlani tudom, mert jó, tényleg nagyon jó.